És akkor ezt leoltjuk még úgy, ahogy az előbb. Tehát akkor... Tehát most megcsináljuk itt az alapot neki. Akkor amit most látunk, semmit csinálunk, az egy gomba spóra oltás, micéliumnak a beoltása. Laska gombát oltunk be, ami mindenki számára bármikor ismételhető. Van egy előre elkészített micéliummal átszőtt gomba telep, ami már elő van készítve, aminek a lényege, hogy a spórák egy micélium hálót képeznek olyan számukra fogyasztható táptalajon, ami jelen esetben szalma volt hőkezelve. Ezt a hőkezelt szalmán a gombaspórák szaporodása folytán létrejön egy hálózat, amit micéliumnak nevezünk. Ebből a micéliumból a későbbiekben fog kifejlődni maga a gomba felső része, aminek a biológiai értelme, hogy utódokat hozzon létre. Előkészítés folyik, nyárfát hasogatunk föl, vizes táptalajra elhelyezzük, és a nyárfa mint táptalaj fog szolgálni. Ahhoz, hogy ne száradjon ki, a nyárfa tüskók közé fűrészport szórunk. Ebbe a fűrészportba fogjuk belerakni a már a spórák által elszaporodott micélium hálózatot. Köszi. Ezekből hagyok én most még azért meg. Jó. A folyamatnak a lényege, hogy olyan közeget alakítunk ki, ami ideális ahhoz, hogy az átszőtt táptalajból hosszabb időn keresztül nagyobb mennyiségű gombát tudjunk leszedni. A gomba alapú táplálkozásnak óriási előnye, hogy nincs időjáráshoz olyan szinten kötve, mint bármilyen más növény, amit termesztünk. Ezen kívül a hús alternatívája lehet a gomba maga, mint fogyasztható tápanyag. Hozzunk-e még fát? Igen, hát fa is kell meg. Fa is, mert kérünk még egy zsákot fűrészporból. A kertkultúránknak egyre nagyobb részben terjed a gomba termesztés, de a bálványosi csoportban ökológiai kertművelésben gondolkozunk, és a hosszú távon az egyik legkevesebb életenergiát igénylő folyamat a gombákkal való együttműködés. Ennek a kísérletét kezdtük el. Jelenleg nem termesztettünk még gombát ilyen formában. Elindítottunk egy permakultúrát, egy kert átalakítást, amiben fákat ültettünk nagyon sokat. Erdőkert az egyik cél, és azt látjuk, hogy az étkezés sokszínűségében a legkisebb ráfordítással a gombákat tudjuk behelyezni. Most kellene még egy fűrészpor. Akkor jöhet még egy fűrészpor. Ez meg fél, hiszen az nincs úgy átszor, ezt odaadom Andrásnak, hogy tegye le, aztán akkor ezt meg ő nála. Ez a fehér, ez nem gomba? Az is, csak most ezen állítok volt vaska gomba, tehát lehet, hogy megérkezett a fűrészpor, megérkezett a fűrészpor. Hogy az laska gomba, vagy te az ért ez. Ja, köszönöm szépen. Erre? Igen. Több rétegben igen. Érdemes, hát most holni. Először egyet teszünk. Ezt csak azért raktam alá, mert ez itt túl vizes volt ez a rész, hogy ne egyből azzal érintkezzen. Aha. És akkor utána megpróbáljuk. Hát ez nem olyan. Egy pillanat, segítek, jó? Várj egy picit. Vedd el a kezed. Ez akkor ebben biztos nincs fenyő. Ebben nincs fenyő, elvileg. Az kell, az neki teljesen? Igen, a fenyőnek van egy jellegzetes ilyen csiraülő hatása. Ez elvileg tölgy, szabad meg? Igen. Tölgy. És
És azt lehet észrevetted, a fenyőfák alatt sem nő nagyon, igen, még fű sem. Hát van, amikor Erdélyben úgy hívunk, hogy fenyőalja. Igen, az igen, de... De magát a... Igen. Jó? Oké, az meg szépen arra szélén. Nem kell tenni, és akkor még tepet rá ide-vissza. Jó, fa az nem kell több. Köszi. Jó. Jó, és akkor ezt még ide elrakunk egy réteget így mellé, és hát ahogy majd növekszik, ez úgy tudja ezt fogyasztani. Tehát a kialakításunknak az egyik része a gombáknak egy táptalaj előkészítés, hogy valamiből kell táplálkozzon a gomba micélium hálózata. És most amit elkészítettünk, az egy olyan közeg, amiben van emészthető, bontható anyag, mivel a gombák ugye a lebontó folyamatnak a részesei, és a lebontásból alakítanak maguknak testet, és ez az a test, amit mi elfogyasztunk. Még öntsük ide belőle. Igen, nem ordítok, hogy nem oda! Pázitomra, azt hisz már jártunk meg teljét. Jaj, bocsánat, kevésben van a videó. Csak akkor jövő héten ugyanitt mindenkit várunk gombaszedésre. Ugye? Oké. Hát most még lesz eső is valószínű, hogy de ha nem lesz a napokban, akkor legalább egyszer jól öntözzétek be. Jó, és akkor nincs vele. Rendben. Több dolog. Ha van olyan tuska, amin biztosan nincs mással megfertőzve, akkor azt is lehet ugyanígy a tuskóval befúrt járatot ugyanígy megtömni micéliummal, lefedni egy kis fűrészporral, egyszer megöntözni előtte, és akkor elméletileg azt a tuskót is átszövi, és akkor az folyamatosan terem. Ez pedig folyamatosan etethető, tehát ha minden évben kap új fát, vagy új fűrészport, akkor amikor leterem az ősszel, akkor lehet neki adni egy újabb sunkot, és tavasszal akkor egy új ülterővel folyamatosan. Tehát nem kell úgy mind az intenzív termesztésből, hogy kidobják a zsákot, hanem egy tenyész terület nekem volt olyan, ami közel 8 éven át működött. Egy nagy hátránya van, a csigák roppantul szeretik, úgyhogy nem mindig te vagy az első. Ha, figyelni kell a csigákra. Vagy ezt figyelni kell, vagy körbe kell szórni jól fahamúval, kipucolni, fahamúval körbe szórni, hogy a csigák ne jöjjenek rá, akkor a tiéd lesz a java. Köszönöm a figyelmet!